még ez nagyjából kiderült. Én azt mondom, hogy haladjunk tovább a következő epizódra. Ezt kiütöttük 100%-ban, itt nincs újrajátszási faktorunk, azt hiszem, hogy ez jelenthető, úgyhogy rányomunk az Enterre, és folytatjuk a történetünket. Talán még mindig ugyanezen a napon. Már erre most így nem emlékszek már. Megérkezünk a busszal. Festéket vettünk, belénk kötöttek, és elkezdünk menni hazafelé. Egy nem annyira szegény környezetbe. Ez még Amerikában is nívósnak mondható. Bár most erről a csilláról és lépcsőről nekem őszintén beugrott egy film annak idején, ahol egy házfelújításba rokkantak bele. Körülbelül ilyesmi lehetett. A feladat, hogy tegyem le a csomagot. Igen, tegyem le a csomagot, és van ott egy tükör is. Igen, jó. Nézzük csak meg magunkat. Önmagunkat meg tudjuk nézni, és az is, azt is lehet látni, hogy festünk. Van itt egy... ez nem igazi madár? Android madár? Android a papagáj. Bekapcsolom. Android papagájok, bekapcsoljuk. Értem, hogy még a papagáj is Android, tehát helyettesítenek házi állatokat androidokkal. Ez nagyjából a lényeg. Leteszem a festményt, leteszem a ruhát vagy a kabátot. Igen. Új feladat, gondoskodjak Kárról. Ébredtem fel Kárt az emeleten. Nem fogom. Mert itt a földszinten a zebra bőr szőnyeget megnézve, megnézem, hogy kinyílik magától az ajtó. Körülnéz. Úgy látom, hogy ennek a játéknak nem fogom meg. Aha, van kávé meg kaja. Föl lehet vinni majd valami kajaszerűséget. De nem most, mert ha megfogom, akkor utána nincs több lehetőség. Körülnéz. Nagyon sok mindenről. Oké, majd mindjárt fölmegyünk. Festőművész. Szerintem, akiről szó van. Egy viszonylag szép házban. Olvasgatunk egy kicsit. Újabb történetnyomokat fogunk felfedezni. Az északi sark miért kell Oroszországnak? Bónuszosztogatás. Miért fizetnek maguknak túl sokat a bankárok? Warren elnök túl közel áll a Kiberlife-hoz. Oké. Az északi sark miért kell Oroszországnak? Oroszország érdeklődése azért fokozódott az északi sark iránt, mivel a legfrissebb felfedezések szerint a fagyott jégtömegek értékes ásványokat tartalmaznak, amelyek közül sokat a tritium előállításhoz használnak. Az android gyártás egyre nagyobb mértékben dominálja mind az Egyesült Államok, mind Oroszország gazdaságát, az oroszok is gyártanak androidot. De korántsem csak a GDP-ről van szó. A megnövekedett tírium tartalék teszi lehetővé egy nemzet számára, hogy új, fejlettebb modelleket kísérletezzen ki, jelentősen megnövelve az androidok katonai és ipari teljesítményét. Lapozunk. Ennek a régiónak, amely összeköti Oroszországot Norvégián és Dánián, Grönlandon keresztül, Európával, valamint Kanadával, a fontosságát növeli, hogy a vita békés befejezése valószínűtlennek kezd látszani. A NATO szóvivője viszont optimistább. Mindkét nemzetnek érdeke egy stabil, produktív sarkvidéki terület. Egy konfliktus senkinek nem hozna hasznot. Warren elnök ezzel szemben nemrég megtorpedózta ezt az elképzelést. Ez egyszerű. Oroszországnak nincs semmi keresni valója a sarkvidéken. Ha a Kreml ezt nem érti meg, akkor majd mi megértetjük vele. Tehát az erőforrásokért, ha zajlik a hidegháború, akkor még, ugye ma már tudjuk, hogy ez elég meleg téma. Oké, és a következő, van még cikk, élet a Titánon. A Titán ugye, talán a Jupiternek az egyik holdja. A Darwin űrszonda
amely pontosan 19 évvel ezelőtt indult útjára, hogy a Titán felszínén lévő metánjeget vizsgálja, megerősítette olyan mikroorganizmusok jelenlétét, amelyek több száz kilométerrel a felszín alatt élnek egy vastag jégréteggel fedett sósvízű óceánban. Miután hasonló mikrobákat találtak az Enceladuson, a Szaturnusz egy másik holdján, nem a Jupiteré, bocsánat, a Szaturnuszé volt, egy másik holdján is, egyre valószínűbb, hogy az élet az univerzum egészére jellemző jelenség. Ami egyébként érdekes. Egy NASA szóvivő válasza szerint ez a történet a legfrissebb egy olyan sorozatból, amely más bolygókon való életre utal. Az Io-ra induló Android expedíció egyike annak a sok utazásnak, amelyeknek a fő célja a Földön kívüli életformák felfedezése. Jason Graf, a CyberLife emberévé alakítási részlegének igazgatója azt mondta, hogy a vállalat elkötelezett a NASA-val való társulás irányában, a mi űrutazó androidjaink speciálisan ilyen hosszú távú küldetésekre vannak tervezve, és büszkék vagyunk arra, hogy a modelljeink az emberi felderítés élvonalában működnek. Jó, hát igen, az, hogy az űrkutatásban nagy szerepe van a robotoknak, ezt már annak idején Asimov is megírta. És érdemes egyébként az Én a robot című hát ilyen novella kötetét elolvashatok, hogyha még nem tettétek volna meg. Itt vannak mindenféle könyvek. Egyébként kultúra fellegvárában vagyunk, vagy mi? Vagy mi? Zongora, próbál. Igen, próbál. Kipróbáltuk a zongorát, oké. Okay. Hátrafelé haladva... Igen, ez egyértelműen egy műteremnek tűnik. Rendet rakunk. Rakjuk, mindig rakjuk a rendet. Szép ez a műterem egyébként, tetszik. El tudnám képzelni, hogy... De ezek az emberek egy kicsit rendetlenek, bár ez azért nem annyira durva szituáció, mint ami korábban volt, de hogy... Ott egy nagy robotkéz. Na, ilyenünk már van. De úgy látom, hogy azzal semmit nem tudunk kezdeni. Ellentétben ezzel itt, ahol rendet rakhatunk a festékek között. Oké. Viszont azt elfogadom, hogy az alkotás folyamata közben nem rakunk állandóan rendet magunk után. Ez nekem olyan ismerős valahonnan. Hova jöttem? Ide jöttem valahova. De nem értem, hogy azt a másik oldalról tudom. Ezeket a festékeket, ezeket kell elpakolni. Semmi gond, mivel már tudjuk, hogy végtelen időt ad a játék nekünk, ezért kihasználjuk szépen a lehetőséget arra, hogy körülnézzünk rendesen a helyszíneken. És mivel úgy látom, hogy nagyon másfelé már nem lehet menni, ezért átmegyünk ezen az automata ajtón visszafelé. Ahol is, középen van valami, ott van valami. Jó. Meg itt van egy életnagyságú zsiráf. Just saying. Oké. Ahhoz milyen kégli kell? Megforgatom a földgömböt. Igen, gyorsan beszkenneltük? Vagy nem, vagy mi van? Oké, az asztal közepén már elolvastuk, ugye, a híreket? De körülnéztünk, rendet raktunk. Mehetünk az emeletre. Tehát ahogy jövünk, megyünk, automatikusan rendet rakunk. Itt is, ott is, amott is. Mi van itt készítve? Valami élelmiszer, azt fölkapjuk. Megfog. Tálcára teszünk mindent. Evőeszköz, pohara,
Bögrét, ami egyedi, kis kancsót. És a kezünk bevételezzük. Oké. Vidd a tálcát az étkező asztalhoz. Ami hol van? Erre felé? Gyanúsan, igen, ide kell hozni. Oké, letettük az étkező asztalhoz a tálcát. Több lehetőségünk ebben a két helyiségben már nem nagyon van, ahogy elnézem. Konyha rendben, étkező asztalra letettem, rendet raktam a műteremben. Újságot elolvastuk, mehetünk az emeletre föl. Meg is tesszük. Van egy olyan érzésem, hogy ez lesz életem talán második olyan játéka, amit nem rásolva megyek végig. Az első egyébként a Grim Fandango volt 100 millió évvel ezelőtt. Hát ez a nagyon körülnézős, mert érdekel, őszintén. Körülnéz. Hova megyünk ébreszteni Kárt? Senki nem tudja, úgyhogy kezdjük erről az oldalról. Aha, ez lesz Karl. Akkor meg még azért nem ide jövünk, mert szeretném a többit is átnézni, mielőtt ide jövünk Kárt ébrezgetni. Itt van valami erkély, vagy... függöny, vagy valami... Lehet, hogy nem tudok egyébként semmit csinálni, hanem megjöttem a busszal, és föl kellett volna rásolnom, de hát... tök őszintén, bárra tetszik a játék. Egyébként... azt mondja, húzd el a függönyt, értem. Úgy ébresztjük föl, ahogy én megölnék mindenkit, hogyha így kéne... ha így ébresztenének engem föl, hogy elhúzzák a függönyt, az biztos, hogy görcsöt kapok. Na. Good morning, Carl. Good morning. It's 10 a.m. 10 óra van, felébredtettük, elmondjuk az időjárás. 80% humidity with a strong possibility of afternoon showers. It sounds like a good day to spend in bed. Úgy gondolja, hogy az ágyban akar maradni. Kárt. I did go to pick up the paint that you ordered. Elhoztam a festéket, de örülünk neki. That is the difference between you and me, right, Marcus? Mi a különbség kettőnk között? Nem tudom, mi a különbség az attól, hogy pittyegek. Ja, hogy én nem felejtek el semmit. Értem. Nagyon pittyegünk, mi történt. Megállt az adás? Nem, nem hiszem. Vagy hát remélem, hogy nem. Csekkolom. Csekkolom, hogy megálltunk-e. Én úgy látom, hogy... nem kéne, hogy megálljon, csak... kis türelmeteket kérem. Nem, nem állt meg az adás, jól van, megy. Nem volt megnyitva. De most megnyitottam. Oké, szóval az a feladat, hogy beadjuk a Kárnak a gyógyszereket. Amik ott vannak az asztalon. Hát mivel más nem nagyon tudok tenni. Azt hiszem. Ezért odaadjuk neki a... valamit összenyom. Show me your arm, please, Carl. Beadunk valamit. No. Carl. Nem akarja bevenni a gyógyszerét, mi meg be akarjuk neki adni. I just opened my eyes and I'm already gritting my teeth. Humans are such a fragile machine. Az emberek érzékeny műszerek. Igen, hát elmagyarázza, hogy törékenyek vagyunk. To keep them going. Meló életben tartani az embereket, de mi... What happened to your clothes? Mi történt a ruháddal? Elmondjuk, hogy a tüntető az utcán megcibált minket. What a bunch of idiots. Azt mondja, hogy idióták. They think they can stop progress by roughing up a few androids. Aha. A másik szemszög, hogy a fejlődést nem lehet megállítani. De bennem nem tettek kárt, nyugi van. I'm fine. Okay. Beadtuk a gyógyszert. I'll take you to the bathroom now. Bevigyük a fürdőszobába, tehát nem tud járni. Nem néztem, hogy van-e. De valószínűleg akkor van a háttérben valahol. Valahol egy kerekesszék lett volna.
Nekem kell tolni az egeret fölfelé. Jó. Nem tud járni az... Ha, ott a kerekedték az ágy mellett. Jó. Festmények. Tehát ez egy olyan mozgássérült betegember, akinek az android segít. És nem feltétlenül a rossz értelemben. Hanem itt most azt mutatja be, hogy milyen jó oldala az androidoknak. Értem én. És maximálisan tisztelem is, hogy ez több szemszögből meg lett közelítve. Oké. Levisszük kárt. Anything special on the agenda today? Yes, there's the opening of your retrospective at the Museum of Modern Art. The gallery director left four messages asking to confirm your attendance. Hagyott, hogy megkérje a részvételének a megerősítéséről. Okay. We'll see about that later. No. What else? Van-e just your usual fan mail. I've already levelek, már megválaszoltuk őket. Any news from Leo? Maradjunk annyiba, hogy nem jól irányítom a dolgokat, de mindegy. I can call him if you like. Atok, ti se láttatok liftet erre felé? Ott a rokkant lift. No, I don't bother. Igen, az elméjével irányítja, ez egyértelmű. Megfogja és le fog liftetni, ez egy létező, ez a rokkant lift. Normálban is így néz ki nagyjából a dolog. Oké, hova visszük? El tudom menni, reggelizni. De már kikészítettük neki a kajáját. Mert milyen gondos androidok vagyunk. Well, your breakfast is ready. Bacon and eggs, just the way you like them. Thank you, Marcus. You're welcome. Letesszük az embert a helyére, az asztalhoz ültetjük. És minden már ki volt készítve tátlán. Én meg éhes lettem. Television. Bekapcsolta a tévét a saját hangjával, és az orosz... az oroszok hadihajókkal, persze, ezért közben kiszolgáljuk. Tehát az oroszok közben a hadihajókkal ott kakaskodnak az angolok. Why don't you find something to do while I finish my breakfast? Sure. Foglaljuk el magunkat annyira. Addig, ameddig ő eszik. Igen. Jó. Lehetne tévét nézni. Nem tudom, mit kell ezeken a könyveken nézni, de én úgy érzem, hogy keres valami tennivalót, valami könyvet el kell olvasni. Television off. Mankind is so depressing. Nothing but greed, stupidity, and violence. 5,000. Sakkozunk. Beteg módon, de sakkozunk önmagunkkal. Nem? Látom, hogy a csávó idegúr. Fancy game of chess. De neked nem sakkozni? Na rá, hát hogyne? Speed chess it is. Gyors partit akar játszani. Hozzá se tudtam érni, na mindegy. Vereségre futunk ki. Akkor lebasztunk. Hagytuk magunkat. That was just a little bit too easy. Are your circuits rusty? Or you're just taking pity on an old man? Igazság. Well, I thought you'd enjoy winning. Never throw a match, Marcus. Soha ne adj fel egy partit. Ha van esélyed nyerni, nyerj. That's what got humanity. Az emberiség is így jutott el a mostani szintre. Nehogy azt mondd, hogy egy új emberiséget képzelünk el az új androidokba. Nem mindig fog ránk vigyázni a bácsi, hanem magadnak kell megvédeni magadat. És természetesen nagyjából 4 másodperc múlva szívrohamot kap. This world doesn't like those who are different, Marcus. Don't let anyone tell you who you should be. Aha, a robotszabadság 200 éves ember egy kicsit bele van szőve. Átmennek a műterembe.
ha valaki nem látta a 200 éves embert, akkor most azonnali hatája kezdje el megnézni. Elképesztően szép, érzelmes film. Nem is tudom, hogy tudok-e nektek jobbat mondani ebben a témakörben. Hova visszük? Igen, bevittem a Kárta stúdióba, és most... ennyi. A stúdióban... ha egy robot adja neki a... hogy maga a robot által túlfesteni. Lássuk, valami jó nagy képet fest egyébként. Feladat a függöny elhúzása. Nem tudom, mit árul elénk. Segíthettek, ha ti tudjátok egyébként, hogy valójában mi lehet a képen. Jó, a bácsi elfesteget az... jó néz ki, hogy még a festést is mutatja, de... igen. Nem tudom, mit fest. Őszintén, valami farkasszerű üvöltő, akármit? Ám. Egyébként szabadon körül lehet nézni a játékban, ami poén. Elég filmszerű élményt ad egyébként a játék, ahogy így megyünk vele. És lejön a bácsi. Hát nem tudom, hogy rinocéros, farkas, mi a tököm akart az ott lenni. Valami üvöltő, akármi, amit nem tud értelmezni egy átlag android, tehát ez az emberi művészet. Hát ő, nekem nem tetszik. I'm not a very good judge. I don't think it's your best work. És nem ez a legjobb munkája. The truth is, I have nothing left to say anymore. Nincs több mondani valója, tehát... each day that goes by, közeledik a végző, egy öreg ember. I'm just an old man clinging to his brushes. Carl. But enough about me. Nem rólam beszélünk, hanem... let's see if you have any talent. Lássuk, hogy én milyen vagyok, tényleg. Give it a try. Try painting ebből something. Ebből baj lesz, ha én festek. Paint? But would I... painting what? Anything you want. Give it a try. Üvész robotot nevel belőlünk. Odaadja a festékpalettát. És meglátjuk, hogy ez keres témát a festéshez. Csak hogy? Ahogy a szobor, asztal... kárfestménye, legyen kárfestménye. Nyomtató vagyok. That is a perfect copy. Tökéletesen másról, tökéletes másolat. Tökéletes másolat a valóságnak, a festés tart, viszont nem az. Showing something you see. Ő szerinte... nem vagyunk kreatívak, tehát az android nem kreatív. Grab that canvas. Fogd meg azt a vászlat. Igen. Hozunk egy másikat. Do something for me, close your eyes. Tegyünk meg valamit a kezünkbe. Rukjuk be a szemünket, nem mintha ez számítana. Try to imagine something that doesn't exist, something you've never seen. Ami nem létezik, amit nem láttam. Now concentrate. Koncentrálunk, ilyen érzéseket kell benni. And let your hand drift across the canvas. És ezek után kezdjünk el az érzéseink alapján dolgozni. 3. Öntudat. Androidok. Persze. Én festek még mindig, tudom.
D. Mik a D? Nyomkodnunk kell. Veszünk valami egyedit androidként. De rá lehet azért minket vezetni, és akkor már miben különbözünk az emberektől, az attól, hogy örök élet meg ingyen lőszer. Ha a kreativitást is meg tudjuk csinálni. De értem, hogy mit akarunk kihozni a témából. Oh my god. Azt mondja, hogy... Hopp! Megjött valaki. Who the fuck is Alice? Hey dad! Aha, a fia. Leo. Leónak hívják. I didn't hear you come in. No, I was in the neighborhood. I thought I'd stop by. Benézett hozzá, fia. Pénzért fogadjuk. Been a while, right? You all right? You don't look so good. Oh yeah, yeah, I'm fine. Okay. Listen, I need some cash, Dad. Again? What happened to the money I just gave you? You left the pénz, huh? It just goes, you know. That's a cash for you. Yeah, you're on it again, aren't you? No, I swear it's not that. Don't lie to me. What difference does it make? I just need some cash. That's all. Sorry. Meg fogja ölni. The answer is no. Nemet mond neki az apja, és megöli. You know why. Yeah, I think I do know why. you'd rather take care of your plastic toy here than your own son, right? Odaértünk. Tell me, Dad, what's it got that I don't? Smarter? More obedient? Not like me, right? But you know what? This thing is not your son. It's a fucking machine! Leo, that's enough! Enough. Okay, hát apunak nem tetszik, hogy a drogfüggő fiatkája, hogy foglalkozik, you've never loved anyone. You never loved me, Dad. Szerintem nem szerette, persze, de azért, mert nem ad pénzt, hát... You never loved me. Jó, ezek a szokásos emberi érzések egyébként, amik így rendszeresen felvetülnek. Igen? Ja. A beteg ápolásban minden esetre a mi androidunk kifejezetten jól szerepel. Nem sikerült egyébként teljesen, ahogy elnézem, mindent nem találtunk meg. De ebből is megtudtunk valamennyit megtudtunk arról, hogy mi lenne a pozitív felhasználása az androidoknak ebben a szituációban, ami szerintem egy kifejezetten emberiség előnyére válik, hogyha mondjuk egy beteg ember tud ápolni, segíteni tudja az embereket. Tehát, hogy itt is egyébként persze nyilván emberi munkával is meg lehetne ezt oldani, de alapvetően az én véleményem az erről, hogy bizonyos munkákban a gépi precizitás az többet jelent. Tehát például a csomagkihordást, hogyha nem emberek végzik, az önmagában is megbízhatóbbá teszi, mint a csomagkihordás. De tehát, hogy így van szerintem is előnye annak, hogy valamit gépi munkára állítunk, csak ezt a problémát, ezt nem lehet a szőnyeg alá söpörni úgy, hogy leszarjuk, hogy és közben 40%-a az embereknek munkanélküli lesz. Ez nyilvánvalóan nem egy jó dolog. Megmondom őszintén, hogy mivel rengeteget beszélek ebben az előadásban, én úgy gondolom, hogy kisebb elemekre fogom tagolni. Tartok egy 20 perces szünetet most, kacok, addig leállunk, és utána vissza fogunk térni, nagyjából ilyen 8 óra magasságába, de lehet, hogy hamarabb. Tényleg tartok egy ebédszünetet, mert én ma még nem ettem, és utána folytatom nektek az adást, úgyhogy ha valakit érdekel, akkor pontosan innen fogom folytatni, nem fogok leállni semmivel, hanem egyszerűen ez most idáig tartott, és akkor egy 20 perc múlva, 20-30 perc, eszek, jövök. Addig is legyetek rosszak, és köszönöm mindenkinek a figyelmét, találkozunk egy 20 perc múlva, sziasztok!